Üdvözlünk minden kedves nézőt a mai nap 5. mérkőzésén, TSM Energy! Szia, Darcy! Szia, Pierce! TSM Energy, így van. És azon múlik, hogy lesz-e 2 darab mérkőzésünk a mai 5-ön felül, ami már egyelőre megvalósulni látszik, hogy most vajon a TSM nyer, vagy az Energy. Ugyanis ha az Energy nyer, akkor ugyan nekik is csak 9 győzelmük lesz, mint a TSM-nek. Viszont a TSM-et az alapszakaszban akkor 2-szer tudták elnáspengolni, és így ők kapják meg az előnyösebb pozíciót alapvetően, automatikusan. Elvileg igen, tehát most ez a meccs dönt úgymond, hogy ők hogyan fognak állni egymással szemben is. Viszont az Energy nem tud annyi pontot szerezni, hogy beéri a Team Liquidet, csak a TSM. Szóval a TSM nyer, akkor még játszik a Team Liquid egyet, hogy pontosan a 4. helyezésért. Miközben van egy kis statisztikai táblázatunk a középsősvényesek között. Björkzön a tavalyi szezonnak a nagy ágyúja a középsősvényem. Szintén ugyanazokkal a karakterekkel jeleskedik, mint GBM, viszont GBM-nek egyelőre úgy tűnik, hogy legalábbis egészen idáig egy kicsikét, mintha mérehatóbb lenne a karakterválasztása. Több karakterrel mutatta már meg, hogy mire is képes. És nem is tudom, hogy Buci vagy Thanatos, de valamelyikük mindig kitér rá, hogy ha van a csokornyakkendő, akkor örültködésre mindig lehet számítani. Igen. Na de, GBM választásra szerintem sokan kíváncsiak leszünk, hogy hozzá az írt, vagy nem például. És hogy GBM mennyire lesz majd úgymond agresszív Björkzönnel szemben. GBM volt, aki legelőször behozta az Illán Miret, még régen emlékszünk. És Illán olyan szintű TSM rektet csinált, míg emléksz, itt van előttem az a 4-fős Zilán kábítás, a második szintű toronyon, az bennem van. Egyszerűen ennyire jó memória, legalábbis most. És ugye megint megteheti ezt az Energy, és ezzel pedig ugye mindenkiben biztosíthatja az ő helyét, és ugye a TSM elé fog kerülni a biztos 5. helyre. A TSM viszont mindig játsz a 4. helyét, ami azért nem egy rossz lehetőség egyértelműen. Sőt, nekik most mindent bele kell adni, mindent, igen. Mindent. Azért sok múlik azon, hogy melyik pozícióból és ki ellen kell, hogy játszanod, vagy ki ellen kell, hogy megmutasd a képességeidet. A TSM-nek pedig hát egyelőre még nem a legjobbak a lehetőségeik, tehát mindent meg kell ragadni, ami elérhető számukra. Viszont az Energyvel szemben nem véletlenül érkezett az első vereségük. Úgy gondolom, hogy a mai nap folyamán is egy kiegyenlített mérkőzést láthatunk, de erre ki is tértem a korábbiak folyamán. Igazából azt hiszem, hogy a Team Impulse meccs előtt mondtam, hogy Impact az, aki ellen jól lehet tiltani. Ott Fengre gondoltam egyébként, csak a Teampact csapat az, ami mindig egy kicsikét megkavar. Mindegy. Impact viszont még mindig nem a legerősebb felsősvényes. Viszont Hanser sem. Végig mehetnénk az egész TSM-en is, és az arra is kérdezni, még tényleg népmességgel említése, csak hogy előszállna sem jön össze minden úgy, ahogy tervezte volna. Engem. Tavalyi évhez képest de sokkal lejjebb kell adni úgymond az ő egoistaságából, bár ez hál' Istennel sohasem volt jelen. Tehát ő egy, ahhoz képest, hogy mit tenne aztán Európában, szépen lassan idézte elő azt, ami történt. Viszont bajnokválasztás MSN-t pillanatban most. Pontosan. Első tiltás nem más, mint Gangplank. Középső, illetve felsősvényre egyaránt. A válasz pedig Svenskeren ellen Nidalee, úgy gondolom, hogy ezt nem kell túlságosan bemutatni. Hát ez... Ő volt az első, aki megmutatta, hogy Nidalee a dzsungelbe elhozható. Elisz a válasz rá, 2 dzsungeles tiltás az, amit már most láthatunk. És hát Double Liftet szeretné valamelyest az Energy kizárni a mérkőzésről, legalábbis egy szivír tiltással. Ugye még mindig elmondom róla, hogy ez egy kicsikét támogatásorientáltabb lövész, amivel az egész csapatot ösztönözni lehet egy-egy csapatharc elkezdésére, vagy abból való távozásra. Na, a szivír tiltás megvolt, így azért a trendi választás már nem annyira fontos, ha TSM és Energy oldaláról sem. Zedet sem akarnak átnegedni Energy javára, mégpedig a GBM kezében nem lesz ez most semmilyen módon sem elérhető, viszont Svenskeren is elveszi a Graves-ét, és akkor ugye Hauser Impact párosa sem hozhatja, vagy lesz a karakter a legutolsó tiltásként. Viszont mivel Elise és Nidalee a 2 gyors jungle-es ki lett tiltva, így ezért egy Lee Sin, vagy esetleg egy Ragas és egy Rek'Sai is várható a jungle-be, akár szerint Kalista szabad és Double Lift, akkor miért tenni rá a mancsát, így is van, meg is kapja. Alistar is szabad lehet. Milyen gyors reakció, kérem szépen. Pont kitértem arra, hogy 2 jungle-es tiltás van, ami közben talán 2 is félreegészül ki ugye a Graves-szel. Hát és lecsap egyből Moon arra. Itt kihagytam a sorból, mert ugye annyira nem is volt mostanában válaszva a Kindred. Hát mostanában annyira nem, de ha valaki elhozza, akkor Moon az. Hát csak tegnap, az nem mostanában volt. De az nem volt annyira túlságosan erőteljes választás. Nem sokan játszanak ezzel a karakterrel, ez az, amire ki szeretnénk egyezni ezt az egészet, viszont
inkább hozza el a preferencia választását az Energy, mint hogy lecsapjanak a top 1 választása jelen pillanatban, aki nem más, mint Corki. Szerintem, ha ezt elhozza a TSM, akkor Björzön lesz rá kényszerítve, hogy ezzel a karakterrel játszon. Tehát ez lehet ismételten csak egy kis kényszerítő az Energy-től. És így viszont GBM nem fogja megkapni ezt a karaktert, így is van. Ez egy bilányzen Corki lesz, és tényleg amúgy vicces, és ott a csokony, aki... Tehát tényleg vicces lehet az, hogy Björzönnek kell játszani majd Corkival, de ugye a LeBlanc választás, hogy kicsit olyan öntökörugás szaga van a jelen pillanatban, hogy a GBM ezt hozná, mert azért Corki egy jó választás lehet LeBlancra úgymond. És a Riveren egy picit gondolkozott csak ugye Altec, de a trendi választás miatt már várható egy felsősünyes, vagy egy kis támogató játékos is lehetne, vagy a Morgan is támogathatna. Sok minden variáció van még, de ezt még ellönti majd előbb-utóbb az Energy, viszont Jean marad. Ben maradt Morgana. Morgana az, akit tegnap Arvil is kiemelt, hogy mennyire meg tud védeni. Mennyire meg tudja védeni Jean-t. Illetve a Sivir tiltás is ott van, aki viszont a legjobb válasz lehetőség egy Jean-re. Így viszont az alsó ösvény az Energy-nek teljesen be van biztosítva, utolsó választásnak pedig, ha minden igaz, meghagyják majd GBM-et, így pedig ő is tud majd reagálni a TSM-nek a választására, ami viszont már két ösvényt jelent a háromból. Mellette pedig van egy magabiztos kindred dzsungelesük. Egyelőre úgy fest, hogy az Energy az, aki jobban teljesít a választásoknál. Picit kiegészítve, hogy azért GBM eleve tudja, hogy Corki ellen kell valószínűleg majd játszani a közösső ösvényen, de ez GBM még csak haba tortán, mert ugye a GBM ettől maga kompozícióra választhat egy középső ösvényes, megint csak egy óriási különbség. És ugye a lövészorientált, pontosan a két személyben választott TSM kompozícióra azért valószínűleg egy orgyilkos, nem egy nagyon rossz választás. De LeBlancon gondolkoztak egy darabig, viszont tényleg nem hinném, hogy az a választás majd GBM-hez később jönne. Azt megfelejtsük el. A Trundle választás ugye tuti felső ösvény. Van varázssebzése ugye Morgannak köszönhetően, van lövész és úgymond ugye Boone-nak köszönhetően még Jean mellett. Bármely választás jól lehet, jelen pillanatban a frontvonal egy kicsit gyengébb Energy-nek most így, mint a TSM-nek. Milyen karaktert hoznak Konkvonék GBM-nek? Ez itt a kérdés. Nagyon fogod a kis kezelet, hogy mi én lesz. Én imádkozom, hogy ez legyen egy Aatrox. Látok benne fantáziát két okból kifolyólag is. Egyik, Hadur Vérszomja. És szerintem nincs más olyan karakter, aki annyira ki tudná használni ezt az erősítést, mint ő. Uh-huh. Hát biztos, hogy nem Azir. Másrészt a Düpenge lett volna, de akkor hagyjuk is Azir. Várjál, még azért itt picking van, még gondolkozási. Nem, de hogy is biztos nem hozza el. GBM nem olyan GBM, srác. GBM pont olyan srác. Jó, GBM tényleg olyan. GBM pont olyan srác. Kösz szépen. Tényleg olyan? Komolyan? De hát nem olyan, hát látod, ma nem olyan a GBM. Marad is így az Azir. Ez viszont a safety választás, hiszen így igazából a csomagra is instant meg lehet a reakció az Energy csapatának, ami ugye még mindig egy iszonyatos erősítés Björzön Korkinál, meg alapvetően Korkinál is. Uh-huh. Megvan a felsősvényes válasz is, úgy látom, az Energy csapatánál. Ugye mindig mondjuk, hogy Trundle, az teljesen jól tud teljesíteni egy Poppyval szemben, mert amilyen tankos Poppy, annál tankosabb lesz Trundle, mivel ellopja mindazt. Sőt, rá is tudja kényszeríteni arra, hogy egy Shaymivet nagyon korán megvásároljon. Így összességében jelen pillanatban úgy fest, hogy majdnem az összes ösvényén jól tud majd teljesíteni az Energy csapata. Legalábbis a választások adott. Egy pillanatra láttam csak itt a TSM oldalon egy kis gép hozzányúlási dolgot, de lehet, hogy csak ördögöt akartam festeni a falra. Túlságosan jó haladunk időben, és túlságosan pontosak vagyunk ahhoz, hogy ne férjen bele egy kisebb fajta technikai szünet. De a technikai szünetnek az előnye, illetve a hátránya az, hogy mindig váratlanul jön, és néha kellemes, néha pedig nem. Jelen pillanatban a túlságosan sok dolog még azért önmagában a meccsen nem történt, és azért a TSM edzője most jelen pillanatban Reggie? És látod, hogy Reggie, aki azért lehet, hogy most gatyába rázza a népet. Nagyon durván. Minden esetre reméljük. Reggie egy olyan srác, aki tényleg gatyába rázza a népet. Igen. Reggie nagyon kemény tökű. Igen. Jó. Reggie kemény. Szóval, visszatérve a mérkőzésre. Én mindig a Soraka midjét imádtam. Ez banán OP. Mindig ezt mondogatta ugye a kis streamen keretein belül. Na de! Töltünk be a mai nap 5. mérkőzésére, ami nem az utolsó, ugyanis egy biztos, hogy lesz még egy meccs után a Team Impulse és Renegades között, és ha az Energy most nem nyer, akkor a TSM és a Team Liquid játszik majd még egy mérkőzés, wow, de jó! Őszinte leszek, én remélem, hogy lesz még két meccsünk. Esküszöm, hogy a Team Liquid TSM meccset most meg szeretném én is nézni,
Jó, a Buci két... annyira nem örül neki, mindegy. Első percben járunk. Hát reggel dolgozik, hát én is örülni neki. Tehát... Impact és Hanser egyelőre a felső ösvényen tart találkozót, ez viszont jelen pillanatban azt jelenti, hogy nem szeretne ösvénycserét eszközölni egyik csapat sem. És hát a már-már megszokott három darab romlási tal az, amit megfigyeltünk, mert ha Korki középső ösvény van, akkor biztos istenű ezt a tárgyat vásárolja meg. Felsőn pedig, hát, mint Randall, mint pedig Poppy rendelkezik már ezzel. Impact Moon GBM Altec Concon. Ez a csapat nehezen állt, úgymond lábikóra, és sokszor buktak el olyan meccseket, amiket tényleg szívem szerint odaadtam volna nekik. És azt hiszem, hogy itt, amikor minden szem rajtuk van, akkor ilyenkor a legjobb teljesíteni. Ez az elmúlt négy nap, összesen ugye négy napnak a produkció alapján, hogy ez mindenki levonható következtetés, ugyanis mindenki kihozta meg a teljeset. És ezért voltak olyan meccsek, amiket nem így számoltunk volna el. Tehát én igazából nagyon satszolok arra, hogy az Energy most megint csak meghúzza a ravasz majd, de persze a mérkőzés az majd el fogja dönteni. Meg által Kindred, Randall pedig a krúggal kezd. A másik oldalon pedig az ösvénycsirének köszönhetően a lövész és támogató játékos öli a békát. És erről egyelőre nincsen tudomása Impactnek, mindig az a csapat jár jobban az ösvénycserével, aki azt kezdeményezdi a másiknak a tudomása nélkül, jelen esetben ez Double Lift és Yellow Star párosa. Ez viszont vagy azt jelenti, hogy Impactnek gyorsan kell majd egyet teleportálnia, vagy nagyon lassan le kell rolni az alsó ösvényre. Jól látható egyébként, hogy Hanser már a közelben tartózkodik. Nagyon kellemetlen, amikor egy lépés előnyt tud egy csapat szerezni, csak egy ösvény cserénél már, és Konkon pedig jöhet még, azért erre a pirosra valahogy beleszólogatni, a tócsa az jó, de csak egy tócsája van Konkonnak, ezért igazából ebben ki is merült a próbálkozása. Impact Yellow Star pedig egy kisebb fajta, hát hogy mondjam, hajcibáláson vettek részt, vagy vannak túl, de mivel Murron nem tudott semmit, legalábbis nem látta sehol sem, Yellow Star azért ő is érzi, hogy előbb-utóbb majd akár a fejére is szakadhat egy Kindred. Wow. Talán egy kicsikét kuriózum az is, hogy négy darab gyógyításunk van a mérkőzésen, mert mind Björkzen ezt hozta el UFO Korkiának a középső ösvényére, mind pedig GBM, közben a csere az már jó is. Björkzen az eléggé morbidan beláll az összes homokatonába. Björnak van egy fix sebzés, amit még az elején ilyenkor azért lehet venni vállal. Reggie megmondta, hogy mennyire legyen tökös Björkzen, és látod, már működik is. Igen, azért sok mindent sikerült neki növeszteni, plusz amíg Björkzennek egyértelműen GBM-mel szemben. A farmban várható és a Korkinak az előnye, a nasolfoga választásával GBM-et fel tud kapaszkodni mindenki, hogy a formulási gyorsasághoz Björkzennel szemben, de Korki, az Korki, azért pedig azért, ezen a héten hiába voltak azért a tömkelege, Korki jobb, sokkal jobb arányban zárt. Harmadik töltetét használta el egyébként Björkzen, ezért haza is tért már nagyon korán a kezdőre, és így egy hosszú kard, illetve egy cipő megvásárlására kényszerül. Kérdés, hogy vajon GBM haza fog-e térni? Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nem tolja fel az ösvényt, úgyhogy erre nem lesz lehetősége. Közben a két aratást megvásárolták már, a lövészek és Impact lesz az, aki a mérkőzés első tornyát dönteni fogja, majd Hanser szépít. Érdekes az, hogy hiába dölt a két torna, és hiába áll egálba a két felső és kard, aki megsínlethette volna az ösvény cserét, mégis ugye a Double Leaf-nek a farmján át, csak ugye az előny a két alsó ösvény párosak között, aki innentől kezdve ugye valószínűleg megint nem egymás ellen fognak játszani, és azért valljuk be, hogy egy Kalisztát nyugodtabban hagyszott az ösvény egyedül, mint egy Jhint. Főleg a Morgana Jhint, amit tényleg arról is kiemelt, hogy mennyire le tudja védeni. Azért egy Yellowstar-nak a bóklászásai sokkal valószínűbbek, mint a Morganáé, főleg hogy a Jhint védelme miatt. Tehát így lehet, hogy TSM megint nyárhat egy picikét, de ezek csak kis apróságok. Illetve mindig elmondjuk, hogy Jhint az nagyon erős a játék végső szakaszában, a halál négy felvonásban az négy gyilkosságot is jelenthet, de azt nem szabad elfelejteni, hogy akkor az a mobilitás, amit Kalista tud képviselni, pláne egy Braum mellett, aki azért képes őt megvédeni, közben a lopás nem sikerül Yellowstar-tól, egyszer sem a kettőből. Szóval visszatérve, azzal igazából nem biztos, hogy fel tudja majd venni a versenyt Altec, de a választásokra egyébként még alapvetően is kevésbé tértünk ki, és hát legyünk őszinték, azért mind a kettő oldalon vannak olyan fontos választások, amik mind az ösvény, mind a csapatharc fázisban rendkívüli erő fölényre tudnak szert tenni. Itt gondolok például a Gragasokra, Kindred szembenállásra, miközben a második tornyokat próbálják veszélyeztetni a csapatok. Igen, azért a Békeszigetre egy barom jó hívás lesz a pont robban, hogy nagyon jó, hogy a két karakter hoztat föl most élő példának, mert
mert brutálisan el tudja magát számolni az energy, hogyha nem számít a Svenskeren végső képességére, és végezzük! Nem. Tehát elég hamar ki lehet tessékelni ebből a szigetből, ugye a kedves energy játékosokat, ha Svenskeren jól mozdul meg, és azért az ő galagászát már láttuk, tök mindegy, mi történik, akkor is a megfelelő instrukciót meg követni és csinálni azt, amit kötelezően kell azzal a karakterrel bevenni és robbantani. Ez valószínűleg nem fog úgymond teljes mértékben kedvesen hangzani az energy számára. No de, ugye még egy torony hátrán, ez végig TSM-nek van, de ez másodpercek belül meg lesz, és Kongo majdnem belehal ebbe a bizonyos herált szedésben. De a hírnök Mihály is meg is van, Moon szedi föl ennek bónuszát, és erre válaszol a TSM egy sárkányon, amire szintén nem érkező semmilyen ellenszolgáltatás ugye a energy oldaláról. Mondom, két objektumot cseréltek a játékos, de szerintem ilyenkor még azért talán a sárkány többet érhet, mert eleve nincsen torony a felső ösvényen most, amit lehet, meg lehetett volni Múlnéknak. Na, mondd ki most már akkor. Illetve az a kérdés, hogy mennyire tudják kihasználni azt a hírnök erősítést, mert több lehetőség van benne ilyenkor. Utolsó maradom, hogy kicsit megtévesztett téged, hogy most nincs torony, amit meg lehet tolni éppenséggel ott. Jó, ennek örülök. Néha téged is sikerül kicsit kimozítani a magabiztos tudásodból. Bőrzsömnek közben megvan, hát a manája az nincsen, de a rakétákkal a büntetés mérése az annál inkább, ugyanis GBM-nek folyamatosan fogy az élete. Nem szabad viszont elfelejteni, hogy még nincsen már süti annál GBM-nél, aki még mindig pörög az utolsó, addig Bőrzsömnek van még egy töltete, és már mind a két középső ösvényes egyelőre egyszer haza tudott térni. Tehát így egyelőre mondhatjuk azt, hogy fejfej mellett tudnak haladni Bőrzsöm, mint a GBM. És ugye Morgana megint csak Altek közelében rohangál, igaz, nem túlságosan közel, de a Double Lift Jerusza páros, ami nincs meg 6-os szint, addig annyira nem kell tőlük félni. Bár legalább inkább a Double Lift 6-os szint az, ami majd problémát okozhat Altek számára, ha nincs mellette Morgana, mert biztos fellökés jelentett számára, vagy egy tutia használt pillanást jelen pillanatban. Most ugye megszerzésével és még a hírnek áldásával úgymond azért Moon tud szórakozni, hogyha nagyon muszáj. Továbbá sem volt még az a meccsen egy gyilkosság, és tényleg a 200-300 arany különbség az picikét a farmokra kenhető, úgymond. Valahol GBM picikét lemaradt, ez pedig ugye kompenzálja az alsó és ilyen Altek, tehát tényleg fej-fej mellett. Látszik azért valamennyire ez a meccs fontos. Mind a két csapat számára azért ezt valljuk be, mert egy helyezés akár sokkal több és magabiztos előrejutás jelentett majd ugye maga a rájátszásban. Nem tudta még egyelőre befejezni a lélekfalóját Moon, és erre azért is térek csak ki, mert láthattunk már az elmúlt napokban egy olyan Kindred dzsungel választást, aki iszonyatosan büntethető volt a tárgyválasztásai miatt pont. Ráadásul a csatározók sújtását vásárolta meg ismételten, pont úgy, ahogy legutóbb is láthattuk Moon. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ezen a mérkőzésen is megkapja ugyanazt a mértékű büntetést, amit már láthattunk. Viszont, hogy lassan fog befejeződni az összes tárgya, köszönhetően a jelzők gyűjtésének, mind a passzív képességén, mind pedig ugye a lélekfaló kiegészítésén, ebben egészen biztos vagyok. És a 9. perc felé közeledve, még nem lehet elmondani semmiféle különbséget a két csapat között, hiszen toronyban fejfej mellett haladnak, egában vannak úgymond, míg a hírnök és a sárkány kiegészítés valamelyest egálnak mondható. Viszont ilyenkor jól elnéz a statisztikára, hogy mindenütt egy nagy nulla, de ez nem azt jelenti, hogy teljesítés nagy nulla, hanem ugye jelentően még a gyilkosságra ne senki sem hegyezte a figyelmét. Gyarosszá pedig beleáll ugye a kárpításban, amit ugye Altaktől szenved, de a Morgan lefogás sem túlságosan kedvező számára. De amíg ő találja el, és nem pedig egy BR, szerint addig azért valószínűleg nem lesz toronyon ám menni, és az Energy-től most kezd majd összpontosulni a figyelem a középső ősén a TSM-től. Ó! Oh, nem BR-zen megjött! Hello! Ezt is lehet mondani. Legalább a csomagot el tudta használni, és a torony is 100%-os védelmet élvez, legalábbis ettől a minél a hullámtól. Így Impact és Hunter felső ösvénye egy kicsikét úgy néz ki, hogy Impactnek kedvez. Egyrészt azért, mert már most megvan, hát nem a farm előnye, de azért úgy tartja a lépést Hunterrel, miközben felé tolódik az ösvény is egyébként. Az előbb mondtam, hogy ugye a csomaggal meg lehetett védeni a középső ösvény tornyát. Egy kicsikét gondoljuk ezt, tehát újra a csomag most ugye nincsen, a rakéták és a foszforbomba sebez, de 4 emberrel van itt az energy, és az ír azért katonai segítségével. Wow, Svenskeren kicsi a rakéták, sajnos nem repül Altek tovább, Kongpon Altekre, mindig Altekre fogja. Oh, Yellow Star pedig belehal kizett sebzésbe, plusz azért ne felejtsük el, hogy ez a sok-sok bárány sebez, Kongpon pedig vissza kell, hogy lépjen, de Kongponnak villanása volt, inkább elvillan Hauser érekezése előtt, és GBM a legjobb időben villant. A legjobb. A legjobb. Gyönyörű szép volt. És így megvan az 1-0-ás sere, ez pedig toronyért megy. Ó, te galamb.
nem messzire szállt. Viszont Tornyot így sem tudja hozni a TSM csapata, mert lehet, hogy azért odébb lehet tessékelni, de neki amúgy sem volt túl sok manája életereje, vagy egyébként idézői képessége sem, csak egy gyógyítás. És három ember maradt még az Energy-től a közelben, így a torony az még marad is. Jobban cserél az Energy. Bizony, idéző képességben viszont kevésbé. Viszi egyszer során látjuk, hogy tényleg a legjobb pillanatban érkezik ez a fekete pajzs, nem lehet alteket visszajuttatni, viszont kábítani sem. Yellowstar pedig a sújtásnak köszönhetően Moon sebzésébe elhullik. Konkforra még érkezik egyébként a sebzés. Björkzson a Valkyrrel nagyon offenzíven mozdul meg, és látod a szinkron villanást egyébként GBM és Hauntzertől. Nagyon sokáig kivált GBM, de megérte. Még helyesbítenék, mert a TSM bánta még az üdvözlő képesség használatot is, szóval kicsikét, egyel csak nem sokkal, de a egy is valahol néha sok, főleg a gyilkosságra van szó, és az első. Na jó van. Szóval Altekér napja 86 farma, kicsit lemaradva úgymond Double Lip-től, de már egy támogatásra rendelkezik, és múlnékra lehet, hogy erre a hírnökre szeretnének válaszolni valamelyest. Az életéről az folyt, Sven Skrenek villanása már nincsen, de szépet volna egy barát lefogással lopni egy hirdetet. De persze ez nincs meg jelen esetben. Így marad az 1-0-ás gyilkosság és az objektumban is picikét, de vezet a TSM. Hát konkrétan ugye az egy sárkánya, hiszen a hírnök állást így ki tudták egyenlíteni. És annak dacára, annak ellenére, hogy megvan az NLG-nek az 1-0-ás gyilkossági állás, nem tudnak tényleges aranyalany felmutatni, sőt, szóval lemaradással kell, hogy küzdködjenek. Köszönhetően példának okáért a középső ösvény és farm különbségnek, ami mostanra már 25-re tehető. A katonák a rakétákkal szemben mondhatjuk azt is, hogy ódivatúak és nem tudják tartani a lépést. Jelen pillanatban legalábbis ez így néz ki. Hírnök erősítéssel felruházkodott, Svenskanen pedig jön és tereli a minionokat szépen a TSM tornyától, inkább hát az Energy tornya felé. De továbbá is ugye hidegháború effektjét lehet érezni jelen a mérkőzés ezen szakaszán. És ugye Svenskanennek most még villanása nincsen, azért ő a kicsi rakásával hozzá kevésbé fog tudni kezdeményezni. És a robbanékony hordó messziről dobva még több időt a Konkornak ugye a pajzs kihelyezésével, hogy megfelelő embert nem sikerült annyira egyszerűen visszalörni Svenskanen képessége által. Na de a sárkány is él, és ugye a TSM, hogyha szeretne még több sárkányt szerezni, akkor lassan arra ki kell majd lépni, ezért ezt ne felejtsük el, viszont Björkzson maga biztosan széttolja az ösvényt 133 millióan a 99-el szemben, szóval egy körülbelül 30-as ráver most már GBM-re, ami azért nem kispályás dolog. Pláne úgy, hogy megvan neki a percenként egy 10-es farm átlagja. Ha ezt tartani tudja, akkor hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem is hozzá egy gyilkosságot, lesz kellő mennyiségű arany. A Moon az, aki közben megpróbált érkezni, ha jól látom, egy jelzőre egyébként, viszont ezt nem tudta elhozni. Nem, ezt jelenti, ha mindig az akkor nem. De ettől függetlenül ugye megint az Energy jön a középső ösvényre. Hauntzernek ugye teleportja van, de ő eleve itt van a környéken, a toronnak az életre megint teleportok. És teleportja ön pedig közben ugye ne felezzen Impact-től, benne a buli közepén és még GBM békeszigetenek köszönhetően én is GBM eljön, de nem csak a mólot, jó a gyógyítás altetőszerűen Impact beleáll abban lefogásra még pluszban, el fog tudni jönni, de Moonra jön egy Gragi, neked ennyi volt a mai, na de egy 14 percnél, és ugye jön a halál 4 felvonása a Yellowstar 1-2-3, na meg 4, ebből double lift is kicsikét még kapod a torony a célban egyértelmű, és bejön Hauntzer, majd ki is kéne jönni, és Impact megint túléli. Hát öcsém, ez hogy kész. A viharban, ne, hát a romlás itala megmenti a trollt megint csak. Svenskeren érkezése nem volt rossz alapvetően, viszont pont Impactbe tudott belemenni, aki hát még mindig a legtankosabb tagja az Energy gárdájának. Igazából Konkon még a fekete pajzsal sem ír el akkora sebzést, mint az a felső ösvényes Trundle. Így összességében egy-egy marad a gyilkosságok állása, de TSM az, aki jobban tudott mozogni a pályán, ami azért fontos, főleg a játék végső szakaszában lesz majd fontosabb. 15. perc felé érkezve még egyelőre tényleges előny mindig nincs a két csapat között, de az Energy megint csak szépíthet. És a sárkányt elkezdi szedni az Energy. Majd a visszajelzés után látjuk, hogy megkapják el jelzőt. GBM-et egész egyszerűen nem tudja a robbanékony hordó sem kilökni Béke szigetéből. Moon pedig visszavillan abba, bár tény, hogy Svenskeren azért kifókuszálja, sőt leüldözi az egész pályáról, és a sebzése az valami hihetetlenül nagy. A dzsungeles tárgyának köszönhetően nem szabad elfeledni, hogy Moonnak még csak lélekfalója van, ami nem gyűltek össze a jelzők, tehát konkrétan statisztikai hátránya van azzal a Gragásszal szemben. Egyértelmű, hogy a játék jelen pontján még elbukja az 1v1-es szituációt, de azért Svenskeren is jó volt a helyzetfelismerés, miközben még azért azt hozzátenném, hogy Svenskeren 10-es szintű dzsungelesként, addig Moon még csak most tudta befejlődni a 9-et.
Igen, ez is különbséget tesz, hogy a két jungler-es között, de a játék vége fele azért plusz egy sebzés. Ó, oh, GBA viszont ebből nem fog tudni menekülni. Morgana már jött, a pajzs már majdnem, de nem ma. Így is van. Közben a minion takarításra jó a csomag, és így igazából talán toronyra tud fordulni a TSM gárdája, hiszen az Energy játékosok jócskán messze tartózkodnak még ettől, sőt a kéklopást is lehet eszközölni. A alsó ösvényen pedig Altak egy kicsikét távol van, pont azt mondtad, hogy egyedül ne menjen sehova, neki kell egy Morgana az, hogy életben maradjon, hát most nincs. Villanása van, gyógyítása nincs, de még időben vissza tudott lépni. A TSM pedig elhoz még egy tornyot, így 3-2-re módosítva ezen állást, és megszerez van nagyjából 3000-es. És ugye a 3-as aranyba azért nagyon sokat tesz hozzá Bielzni és Double Eat farmja. De bárki bárhogy van azért, amikor 30 millió különbségeket tesz beszélni 17 perc, ez mindenképpen említése méltó. Bielzni még mindig tartja a percenként 10 millió, a statisztikát nem megint csak csodaszép. De Bielzni azt hiszem, hogy ilyen téren soha sem tudunk csalódni. Ő, ha nem is szuperál jól jövök, a sávok terén is sokszor ki is fókuszálják. Egy dolog biztos, ő jól farmol. De mindig. Nincs kivétel. És ugyanezt most Double Leaf-ről is el lehet mondani. Ha nem is tudja tartani a lépést Bjergsennel, azért vagyok őszintén egy korkival lesz nehéz. Attól függetlenül neki is van 140 farmja 100 visszal szemben, amit Altek fel tud mutatni. A második hírnökre itt van az Energy, de a TSM bele akar ebbe szólni. Itt van kicsi rakás jó Svenskenentől, és ott hagyták a hírnököt. A hírnök egyértelműen sebezdék pluszban, de hozza ezt egyértelműen Impact. És azért egy GB bejött egy kagyar, és Moon-nak villanása nincsen, Moon pedig meghal. Gonkónak következő célpont, de előtte megölik Impact, szintén, akinek szintén nem volt villanása, nem volt menekülési lehetősége. GBM pedig villan Svenskeren kicsi rakás elől, de Svenskeren is túléli. GBM pedig beragad három játékos közé, még jön a négy felvonás is. Az nem lesz. Az nem. Hát az oda nagyon kevés. Nagyon. 5-1-et ijesz a javára. Megint egy kicsikét érdekes volt attól függetlenül az akció a TSM-től. Az érkezés félreértés nehézség gyönyörű szép volt. Hanser falhoz tudja vágni az éppen villanás nélküli kindredet, így az nem tud átugrani, megvan a gyilkosság. Ez remek döntéshozatal. Még ha jelzőket meg is kapja a lélekfalóra Moon. De az, hogy Svenskeren maga alá villan a kicsi a rakással, az már egy kicsikét érdekesebb, és így GBM-nek lett volna a lehetősége, sőt, azt mondom, megérdemelte volna a gyilkosságot, de nem kapta meg. Így marad az 5-1-es, illetve a TSM módosítja ötödre a gyilkosságok állását, de azért nem hibamentes ez az akció. Nem hát, és ugye a Moon-nak a saját második szintű tornyát kell védenie. Kevesebb a farmja, kevesebb az asszisztja, ugye szám szerint nulla. És ugye bármennyire is volt már béke... Na jó van, jársz vissza. Igazából a kezdeményezést Impactre érkezik, mivel Moon még a hírnöknek az árnyékában van. Ennek köszönhetően Impact be tudja fejezni a hírnököt, amint az hátat fordít neki. Moon megkapja a jelzőt, de a villanással falhoz lehet vágni. Nincsen semmiféle menekülési lehetősége sem neki, sem pedig Impactnek, aki villanással szintén nem rendelkezett, így ő beragadt két ingyen gyilkosság. Majd utána Svenskeren maga alá villan, GBM pedig elfelé, és így... Hát erre mondtam azt, hogy megérdemelni a gyilkosságot, de nem kapja meg. Björzön pedig meg tudja menteni a halál első felvonásától a Svenskeren, a többi pedig nem ráérkezik, hiszen már hatótávon kívül van. És így három gyilkosság a TSM jussa. Morganát ellökte Poppy, aztán Morganát elrabbantott a Gragas. Konkvon nem volt társa mellett, hogy a pajzsát kihelyezze bárkire is, bár igazából ott a Zsák utcában benne hírnöknél nem igazán volt lehetőség kire tenni a pajzsát, így is úgy ott valószínűleg halálra volt ítélve két játékos. Svenskeren pedig ugye ennyi előnye egyértelműen jöhet az ellenfél jungle-ébe. A vörösszöve hát pedig elhozható, van ott egy őrszem, jön Moon, sújt Moon, nem sújt Moon, de ettől függetlenül majdnem elhozza a vörösszöve hát erősítését, és Svenskeren most ugye 1-0-4-jel. Ennyi tankossága, fagyosszív alapidére, Rubin kristály, cipellőcske, és tudom visszhangás jungle style kiegészítéssel azért egyrészt valamennyit sebez. Most baromira bírja. De baromira bírja. Igen, lépteket tudta befejezni közben Moon, így a CC-re valamennyi ellenállása már lesz. De az, hogy a Kindred dzsungel 25 szörnyen legyen lemaradva egy Gragas-szel szemben, nem túlságosan jó, és megint elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor Gragas egész egyszerűen erősebb, mint a Kindred választás. Megint megvan a kétszintes különbség. Ugye, hát a farm különbségre már kitértem. Illetve még azon felül is a sebzés előny még mindig Gragasnál van. Az pedig, hogy a lélekfalóra mennyit kell még várni igazából rejtély, a higany léptekkel pedig, mint azt már mondottam volt, inkább Hanserre tud reagálni véleményem szerint. Hanser CC-re tud reagálni Moon, mint Svenskerenére.
És ezen felül is, ha jól látom, akkor gyors tüzelő ágyú vagy, Phantom táncos készülhet jelen pillanatban Moonon, amivel megint csak az 1v1-es szituációkra helyezi a hangsúlyt, de abban ideig is folyamatosan veszített. Igazából statisztikailag a, mi messze vagyunk a meccsek a végétől valószínűleg, bár ez a TSZ nem fog most múlni egy darabig, hogy hogy próbálja hogy rászugerálni magát a Denedzsire, de hogyha ez így marad, és a TSM nyer, akkor el lehet tényleg könyvelni azt, hogy a Kindred nem működik, míg az annál inkább működik a jungle-ben, mert jelentően akár akar a különbséget tenni, ott tudok. Konkon a pajzsa saját magára jó, de jön Hauncer, most már bázisvédős csukával, GBM a célpont, jó a császári falang, de Bjergsen megállítani? Nem lehet, de a békesziget, az csodaszép, de jön az egész TSM dozer, GBM pedig meg fog halni, BOOM! Moon pedig szintén, hú, jó a robbanik, hogy holdog, ragászol is, Impact, aki még ott marad, ő tankosnak tankos. Sebzéskorozott nélkül nincs, aki sebezze, amíg ő tankol. Svenskeren pedig kifele jöhet már nyugodt szívvel, és ezért csak egy Svenskeren villanás ment ki, és magabiztos kétgyilkosság. Pontosan, tehát Björkzonnak volt még gyógyítása és villanása is a túlélés érdekében. Kitépés sújtás ellen, sújtás nélkül az Energynek valahogy a halál négy felvonása kijön, még éppenséggel Svenskeren lehet, hogy fog fájni. Hoppá. De Björkzonnak annál inkább, Impact pedig be akart jönni még, de most már nem lehet. Konkon lép vissza, konkon, bum, meghal. Jaroszár még kilép, de Impact pedig a gyógyítást megkapja, még Altektől, de a faoznak is az jó. És kettős gyilkosság, double liften, 9-1, magabiztos 8000-es előny most már a TSM-nél. Szépen lassan ki fog alakulni, az is így van. A sárkány pedig él, ugyanúgy, ahogy a baronnasor is, viszont ehhez még nem volt elegendő az ember előnye a TSM-nek. A játék 22. percén ez még egy nagyon-nagyon korai baronnasor hívás volt. A sárkányra viszont így Moon az, aki fordulhat. Ez ugye 5 jelzőt jelent számára, tehát ez iszonyatosan fontos, hogy el tudja hozni. Visszajátszás során pedig látjuk. Beszélj még nyugodtan. Visszajátszás során pedig... nyugodtabb leszek. Szóval látjuk azt, hogy Double Lift az, aki kezdeményez a túlvilági hívással, viszont Kongfon fel tudja fogni még a CC áradatot saját magára kihelyezett sötét pajzsal. Hát a Shuri-Muri az pedig egyrészt nem sikeres, a menekülés az nem volt lehetséges köszönhetően a falhoz vágásnak, ami egyébként nem kábított, viszont utána már a Békeszigeten megint csak nem tudja megmenteni GBM-et sem, majd utána Moon is beragad, és így a két gyilkosságra szert tesz a TSM. Azért, mert az ember előnyt megint csak ki tudták alakítani, és hiába volt ott egy békeszigete két emberre az öttel szemben, az egész egyszerűen lehetetlen volt, hogy be tudja fejezni Björkzönt. Egy mennyi, 1v4-es szituációban GBM. Ez egy szép hosszú mondat volt, ezért haladjunk is gyorsan tovább. A felsőség második szintű tornyára jön már ki a TSM, viszont Impact van egy bokorban, ha Homeser pedig villanása már nincsen, de Homeser az... 2-0-4-jel, naptűzköpennyel, jégkesztyűvel, kiegészülve... Hát, nem tudom, de Poppy szerintem nem egy jó választás üldözni sem, főleg végső képességével elég hamar le tudja vakarni a vállára az érkező ellenfeleket, ha úgy van, már pedig ha úgy van, akkor úgy van. Bjergsen, Yellowstar, Double Leeds, Svenskeren, 4-es jön az alsó ösvényen, Hauncer pedig a felső ösvényen teleportra bármikor jöhetek el, harapós vagy talál ráadásul GBM-re, legjobb célpont. Double Leeds még éppensége próbál menni, de a torony a lényeg egyértelműen, tőlem pedig megvan, 6-2-es torony különbség. A TSM bemutatja azt, ha van egy előnyöd, hogy duplázd meg, és hogy nyom le a pályáról az energiát, ahogy csak illik. Pontosan, 24 percnél még mindig nem fordulhat a baronnasorra a TSM, de az, hogy vissza tudják szorítani az energiát a saját bázisukra, sőt még az annak is falai mögé, az önmagában teljes mértékben sikeresen működik egészen ideig, és a Phantom táncosát fejezte be időközben Moon, amiről ugye beszéltünk, az 1v1-es szituációk, nem alakultak ki egészen ideig, a sújtásával tudott eddig egy gyilkosságot elhozni, de úgy gondolom, hogy ez nagyon sovány végez az Energy számára. Bár az is tény és való, hogy ez az egyetlen egy gyilkosság, amire ideig szert tudtak tenni. Ezzel szemben a TSM-nél viszont van egy nagyon magabiztos dzsungel teljesítménnyel megáldott Gragas, aki egyelőre 1-0-5-ös statisztikával rendelkezik, és már olyan tankos, mint a fene. Mellette pedig ugye két darab légió égisze van náluk, ezzel szemben az Energy-nél nulla. Biztosítja a TSM azt, hogyha netalánta lenne valahol egy szép játék az Energy-nek, akkor legyen rá majd válasz az előbb-utóbb elkészült Iron Strider-nak köszönhetően. Svenskeren pedig ugye az első sorban áll, ha baj lenne, van mögötte még egy Braum. És azért Alternek a sebzései, főleg minden negyedik, az eléggé meg van kövezve, hogyha van egy Braum az ellenfél csapatán, egyértelműen nehezen megy rá, az a biztos sebzi. Svenskeren pedig villan, és Kongfor a célpont, hisz ő a pajzsát mindig másra használja. Svenskeren ott volt a békeszigete, de ő rá nem hal abszolút már, hogyha ki is mozdul meg aztán főleg. Most nem volt békesziget még, de Yellowstar kirepül még Moon mellé, vissza lehet fogni valahol még a TSM támadását, de nézd meg az életerőket, nem túlságosan sok. És Double Leeds még éppensége, most kezdem el válaszolni. Halál négy felvonása. 1,
kettő, három, négy. Hát Yellowstar majdnem belehalt, de ettől függetlenül ugye Yellowstar még azért megint zsereve a legjobb célpont. Még mindig jön, hogy az Energy egyetem Moon akkora sebzés kap, hogy leszakadt a fél feje. Még Mékes szigete neki azért van, hogyha kell reagálni, de egy icipici szépítés az Energy-től, de ez még nagyon kevés. Illetve egy nagyon csúnya rontás Svenskerentől. Nem is értem, hogy miért megy be egy 1v4-es szituációba villanással, amikor pedig a fókusz kell váltania, mert nem talál be ismételten csak a villanásos kicsi rakás kombója. Egyszer dicsél meg az embert és nézd meg mit csinál. Szóval amikor azzal nem talál be, akkor hát igazából robbanékony hordóval is komfortra fordul, aki szintén nem a legjobb célpont. Kis egyszer során látjuk, hogy Altek odébugrott rajta. Ott volt ugye a fekete pajzs, így érkezik inkább komfortra jól az a robbanékony hordó. De őt sem lehet befejezni, hát igazából távolban mindenki a TSM-től nagyon lassan érkeznek meg, még Yellowstart is ki kell húzni a túlvilági hívással. És így van lehetősége ITV-t eszközölni a TSM-nek, de egy nagyon-nagyon rossz kezdeményezést láthattunk tőlük. Majd utána a Halál 4 felvonásban érkezik, Björgzönre egyébként nem is rossz a sebzése. Majd utána még Yellowstar is megkapja a negyedik lövedéket, ami ugye kritikus találat, de nem tudja befejezni ezt egyelőre Altek. A rálátása a baranasorra a Energy-nek jelen pillanatban nulla. Most adott ki egy őrszemet ugye Moon, enélkül valószínűleg azért, hát ennyi volt az őrszeme, igazából le is kaszabolta ezt, egy double lift-től mindenet az őrszemnek köszönhetően. Egyre kevésbé tud kimozdulni a bázisára az Energy, ezt tudja kihasználni a TSM a váltott ösvénytalásokkal, itt felbukkanása, ott felbukkanása a baranasorrák játéknál és szórakozásnál. GBM sérülés, ez kezd alakulni, de olyan sok ideig, hogy Bjergzen mellette legyen és lehessen sebezni, arra nem látok túlságosan sok esélyt. WP ugye Kalisztával játszik, akinek azért mobilitása most egyre inkább nagyobb mihez, több a támadási sebessége. Jinnek jó a kábítás a WP-re, ennek viszont gyógyítása és vidonása is van, ha csak egy erőteljesebben kéne menekülni. Svenskeren pedig már itt van, hogy kialakítsa szokás szerint a helyzetet. 28. perc felé közeledünk. Ez már megint csak azt jelenti, hogy közeledik a játéknak egy olyan szakasza, amikor egy csapatharc megint csak fordíthat is az előnyt élvező csapatból. Nagyon messze van a Moon. Ugye ez már nem korai baronas, de már van sebzése ugye TSM-nek. Jön a Halál 4 felvonása. Double lift-ot a célpont, eddig majd Bjergzen. Majd double lift, és double lift felrobban! Altek fejezi le hátul közel, a békesziget pedig csaraszív, és a TSM eltrómolja. A Hauncer még megy GBA után, és elrontja Moon kettős gyilkosság. GBA pedig mindig él, Hauncer lép visszább. Hát nézd meg, mit csinál az Energy. 4-0-át cserél összességében, és van egy Yellowstar, akinek van egy harapós fagya, de ezen kívül igazából lópikulája sincs más. És baranasod a Born az Energy. Kevesebb, mint 3 élete van mégis igazából. Yellowstar, ha itt is marad, semmit nem fog tudni csinálni. Tiszta baranasod az Energy számára, 4-0-ás sere, trollval a TSM. Nem tudom mennyire volt kihallható a dadogásomból, de pont erről beszéltem. Hogy 28 percnél egy ilyen elbukott csapatharca túlzott erős. De akkor is meghalt. Hiába van villanás a gyógyítása, a double lift meg. Hát ez van. Tudja mit sebez az a Gene, Isten verre már meg is, nem villan el, nem gyógyít el semmi. Double lift, hogy engem úgyse fogja, meghaltam. Tehát igazából vissza kell van adni egy kicsit abból, hogy hello, ez az Altek, le tud engem lőni. Hát van fegyvere, bakker. Na mindegy, 9-6. Baranasorra, Energy. És vissza is tértek, ennek köszönhetően a mérkőzésben még mindig van nagyjából 5000-es arany lemaradása az Energy-nek, de úgy gondolom, hogy ez az elkövetkezendő 2-2,5 perc kritikus lehet a TSM számára. A második sárkány jelzőt tudják valószínűleg megszerezni, sőt biztosan, hiszen most hazatérnek az Energy játékosok is. Visszajátszás során pedig látjuk ezt az egész kezdeményezést. Double lift egy kicsikét kívül van, az első felvonást meg is eszi, majd a másodikat is, és az utolsó is betalál, úgyhogy már alapvetően is fél életerőn volt. GBM-et pedig életben tudja tartani, sőt még a gyógyítást is megkapja a béke szigetéből. Hansernek pedig nincs elegendő életjelenlét, hogy be tudja őt fejezni. A gyógyítás is kiment egyébként GBM-ből. És így, hogy nincsen gyilkossága a TSM-nek, csak még sokkal szomorúbb lesz ez az egész szituáció. Björgzen pedig nagyjából 2 perccel a csata előtt használta el a saját csomagját, tehát azt sem tudta őket kihúzni ebből a faramuci helyzetből. A sárkányjelzőt pedig, ha jól látom, 2-2-re módosította a TSM. Igen. Tehát már Energy-nek is volt sárkány, legalább abban volt előnye. Az előbb már majdnem 10 000 arany különbségről beszéltünk. Sőt, és azért annyi volt. És most azért legalább ugye sikerült 2000 lefaragni az Energy-nek, ami azért... sőt, 3. Majdnem 4000 is, de engedjük el, hát ugye előtte voltak a gyilkosságok. Igen. Ugye a baronnasor megszerzésével és inhibitornak az újjászületésével
kapott még egy lehetőséget az Energy. Nincs másról szó, ez még egy lehetőség lesz, és ugye ezzel kihasználva a minionokat fel lehet tolni, még a második szintű torona is látok esélyt, hogy el fognak menni érte. Jön Hunter, jön Svenskar a kezdőről. Lesz majd kezdeményezés, kérdés, hogy hogy fog rá reagálni az Energy. Milyen takarításra? Hátrányos helyzetből csak Bjergsen alkalmas foszforbomba és rakéták segítségével, viszont akkor a piszkálódást áldozza fel az Energy, azt a piszkálódást, amit most is láthattunk egyébként. És kitértem számtalanszor arra, Svenskeren közben megint egy kicsikét távol van a csapatától, kitértem számtalanszor arra, hogy Kindrednek rengeteg idő kell ahhoz, hogy kiteljesedhessen, hogy a tárgyai beérjenek. Hát most arra összegyűltek a jelzője a lélekfalon, ezen kívül pedig a Phantom Táncos után bevásárolt egy átoknyelőt és egy fogazott fiat is. Sebb az nagyon sok altektől, de látható is volt az, hogy altek mennyire nem lehet közelre lépni. Hauncer pedig megszakítja a végső képességét, ugye nem volt már ide elnyomnia. Ez persze egy jobb döntés lehet így is, azért van rajta jó adag visszatöltési idő, és a halál négy felvonása pedig most jöhet. Yellowstar nem, Yellowstar nem, Yellowstar igen, Yellowstar nem. Igazán más ember nem nagyon látott túlságosan, Hauncer is még látható volt a környéken, de ő egy brutál tank megint csak Yellowstar mellett, és ezért a Brown Boy sem megint csak ugye levédi rakod, és sebzés. A torony pedig bedölt, innentől kezdve tiszta az út Energy előtt, de Svenskar már nézze befele menetelt, nagyon penge élen táncol az Energy, mert ha nem megy ki egy jó pajzs morganától, akkor nincs tank megtalált az a lövész, akinek a sebzése az nem elfelejthető. Folyamatosan csökken egyébként, miközben lejárt a Baronna sor erősítés az Energy játékosokon az arany különbség a két csapat között. Most arra már csak 3500-ról beszélhetünk, és úgy gondolom, hogy ez szépen lassan csökkenni is fog, hiszen ha meg is volt a lehetőség a TSM-nek igazából uralkodni, most megint szükségük van nagyjából negyed órára, ugye a 30 és 45. perc közötti torony erősítés lejárása az ahhoz, hogy ismételten érvényesíthessék az akaratukat, mert Kalista inkább csapatharcos. Csapatharc ebben a pontjában a játéknak azért meglehetősen ritkán szokott érkezni, bár Björkzönnek most van csomagja. Neki van csomagja, van farmja, van sebzése, mind sok mindent írtunk már Björkzön neve mellé, de nem feltétlenül rajtam, hogy a küzdelemnek a kialakulása. Ő csak a forszívú üzemből tud bekapcsolni, vagy pedig jól tud helyezkedni és a dugi csomagát megőrizni a küzdelemre. Ebben talán ez egy, amiben volt hívája Bjergsennek, az Ugicsomának a nem használata, és a nem megléte, amikor kellett volna, és létfontosságú lett volna. Inhibitor pedig éppenséggel még áll. A TSM pedig jönne, majd Svenskeren villan, és a válasz megvan! Svenskeren instant felrobban! És Hauncernek a végső képessége nem talál, csak Kokorra! Még a Békesziget jó GBM-nek köszönhető, még ő éppenséggel így él, és Hauncer menekülni kényszerül. Double it villan! Mi az Isten kapott Double it? Még éppessége nem hal meg, de Altek, kettőségosság, Altek! Hát jöhetnek a felvonások arra, hogy apám, így is van, Hauncer menekülni kényszerül! És jön igazából hátul a Dozer, GBM és Impact által. Hauncer még mindig menekül, de jön egy Trundle, aki mire híres? Lekerget bárkit! És Hauncer még mindig menekül, és Double it hátul, ugye pengesi, a szeret oszlop pedig tökéletes. Hauncerre még mindig már villannak az Energy játékosok, tudod miért? Mert sok lehetőség van, hogyha most mindenkit kipucolnak. Inhibitor tuti biztos. Hauncer nincs 45 másodpercig. Ér egy Double it, villanás nélkül nem sok mindent fog érni. Svenskar nem fog születni, meg egy rossz tár, de ez meg nem biztos, hogy elég, de a TSM inhibitor akart hozni. Inhibitor bukott cserébe. Nem is tudom már hányadjára, de nem először Svenskeren túlvállalja magát egy villanással. Ha még egy ilyen hibát elkövet, én azt mondom, hogy mocskosul megérdemli a TSM, hogy kikapjon, sőt, ki is fog kapni, visszajátszás során látjuk, hogy megint kezdeményez GBM-re, de a fekete pajzs megmenti Shurima uralkodóját, Yellowstar-nak villannia kell ellentétes irányba, Bjergsen pedig defenzíven használja megint csak a csomagot, hogy így a Shurimuri, illetve a falnak a túloldalára tudjon kerülni, ez meg is történik. Double Lift egészen ideig egyedül volt hagyva, majd itt kap egy kritikus találatot és futhat az írhájáért, nem igazán sikerül neki egyébként ez sem, hiszen azért az életére már neki is jócskán meg lett tépázva. Hauncernek az utolsó villanása még tény és való szép, így a negyedik kritikus talált nem talál, a negyedik felvonás egészen pontosan, de le lehet őt üldözni, miért ne lehetne. Kicsi Yordle, van plusz mozgási sebessége, de a jéghegy azt mondja állj, és Hauncer engedelmeskedik, majd utána még Moonnak is ott van a 80%-os lassítása talán, és Kong von az, aki el tudja hozni a negyedik gyilkosságát az Energynek, 10-9, hát és most arra már megint csak 1000 arany különbség van. Nem tudom. Svenskeren, ennyi. Nem is a Svenskeren, de most már tényleg jó, Svenskerennek is lehet a hibát róni rendesen az arcára, de azért de ha egyszer megcsinálja, oké. Bajutói Morganával szemben nagyon nehéz dolga van Svenskerennek is. A meglepedés erője pedig nem lehet túlságosan úgymond Svenskerennek élnie, mert annyira azért nem kis teremtés, hogy ne lehessen észrevenni az ő érkezését vagy kezdeményezését. Végig csak egy ragász. Na de viszont Alcek az, aki
most már megérett. Nem csak egy poporra, hanem sebb is ügyileg is. 4-0-5-ös. Olyan kritikus csapásokat miért már double lift és nem egyszer, hogy élete végéig fogja meg double lift, azt mondja, most itt megvárja a tapot és pierzem! Neki. Láttad, hogy az utolsó milliméterét nézte a halál négy felvonásának, azt mondja, hogy itt még nem talál le. Puff! Fejbe lőve. És onnantól kezdve ez megint egy barannasor az Energynek. Ha innen nem tudnak nagyon sok célpontot elhozni, akkor se onnan. Svenskeren még dobálózik, visszább lép, de kérlek szépen, Bjergsen 35 másodpercig nincsen. Barannasor erősítéssel az Energy már ledöntött inhibitorral mehet a Nexus tornakért. És a Nexus tornak látják. Azt látják, hogy jelen pillanatban a TSM-et nem csak itt, hanem unblock az alapszakaszban szét tudták verni. 8 perccel ezelőtt az Energy sehol se volt, kérlek szépen, és nézd meg, a TSM Nexusára jönnek egyértelműen a Hauncer a célpont, még ő is jó, tök minél. Robbanik hozzá vissza csodaszépos Moore-ra, szóval Moore-ra még van egy végeszéget, hogyha be kéne húzni a kéziféket. Double Leap-nek megint nincsen élete. Dőr a Nexus tornak, Double Leap haza kell, hogy menjen lassan már életet tölteni. Még egy Nexus tornak, ami olyan messze Svenskeren és Hauncer egyszerre. Aha. A császári falasz pedig ilyen válaszol, és a végeszégetbe áll mindenki. És közben Double Leap 2 gyilkosság, és csak a Nexus volt a cél, és mindenki meghal. Az Energy tudod, a TSM pedig visszakapja a meccset. Nagy valószínűséggel csak egy inhibitor van, és két Nexus tornak, van tankosság rá, van válasz rá. A TSM akkora hibákat vitte, mint a húzat, és megkapják a Mikulás csomagot, a meccset. Az Energy pedig el Unicorns of Lavoya ezt a mérkőzést. Egyszerűen hihetetlen, hogyan lehet ilyen hívásokat eszközölni, de azért azt hozzá lehet tenni, hogy a Békeszigete, ha életben is tart, attól még a dárdák azok folyamatosan gyűltek bennük. Double Leafnek annyi dolga volt, hogy megnyomja az E betűt, és lássad át gyilkosságok. Ez valószínűleg csak két hibitől lesz amúgy, mert kompon élet, Moon is jön majd. Ultimate 15, nem biztos amúgy, mert a tolom biztosan meg az alsó ösvényen, talán még inhibitor is. Ezzel kap egy pofont az Energy, de üres a bázis. És az életerő is jócskán megfogyott azon a Nexuson, ez se feled. Van teleportja Impactnek, és láttunk már ilyen mérkőzéseket. Érkeznek is, van, is a piros pingek. Is van, és ha minden igaz, ha... Ping. Már nincs őrszem. Kicsit távol, jó? Az azért elég távol, már tény is való, hogy azért Impactnek van egy villanása, és bár is, hogy na, visszajátszás, Darcig, inkább ezt nézd. Ahol ugye a két inhibitor Nexus védő torony a cél. Moon egyelőre nem tud hozzászólni sem a tornyokhoz, sem a csapatharchoz, mert a Gletscher szakadék egy kicsit távol tartja. Majd utána Svenskeren szintén egy kicsikét távolabb helyezkedik el. Double Leafnek a kezdeményezése viszont nem rossz. Egy embert föl tudnak dobni, majd utána a béke szigetéről beszéltél, hogy benne áll mindenki, ez tény és való. Viszont közben Double Leaf, ha kifárasztva is, folyamatosan halmozza a dárdákat. Puff az elbetű két gyilkosság neki, egy pedig csapattársának. És utána nem maradt elegendő sebzés, egész egyszerűen az Energy csapatában befejezni a mérkőzést. A katonák pedig tornyok ellen tök jók, de a Nexus ellen egy kicsit két kevésbé. És ugye ezzel az inhibitor öntéssel két helyen kéne védekezni a Energy csapatának. Viszont a teleportja a Hauncernek nincs meg, Impactnek megvan. Az őrszemi játékra nagyon kell figyelni. Nézd meg, hogy a TSM mindent megtesz annak érdekében, hogy ne lehessen egy szerencsétlen őrszem se. Az Energy által a saját jungle-ők déli részében sem, sehol sem, meg Shout is. De a lényeg, hogy a TSM beállt arra, hogy oké, ezt most valahogy túl kéne élni, megjött az inhibitor. Innentől kezdve már nem csak egy Nexus van, hanem inhibitor és Nexus. Ráadásul csak egy útvonal van, és két helyen kéne védekezni az Energynek. Megvan most a TSM előnye. A csomag pedig ebben a pillanatban járt le. Ami azt jelenti, hogy 5 percig ez az erősítés megint csak nem lesz elérhető Björkzön, és nem tudom, hogy hányszor mondhattam el a mérkőzésen, hogy jól használta a csomagot. Van egy sanda gyanúm egyébként. De erre majd visszatérünk a mérkőzés után, az elemzői asztalnál én már eleget húrogtam le ezeket a csapatokat. 40. percnél járunk, 26 gyilkosságnak lehettünk a szemtanúi, és még mindig nincs aranykülönbség jelentős mértékben, még mindig a taktikai küzdelem folyik. Ami jelen pillanatban azért kedvezhet a TSM-nek, mert nekik áll az inhibitor, míg az Energynél kettő is hiányzik. A felső ősén azért még a védekezésre bele tud szólni az Energy, addig, amíg az ember létszámok az nem fog sokkal csökkenni. A TSM-mel szemben jönnek a minionok, van sebzés, viszont már nincs torony. Hauncer a kezdőn, Hauncer kifut, nem pedig teleporttal jön. Ezért megint csak az van, hogy kicsikét a TSM, de előrébb, lassan, de biztosan előrébb jut az Energy bázisa felé, és azért a három bukott inhibitor már elég panasz arra az Energy-be legyen, úgymond szorítva a saját bázisára. Szorítva, szép mentés. Ezt akartam mondani. Ja, azt hittem, hogy be legyen szorítva erre, igen. Hát biztos be is vannak.
Szorítva. Szorítva is. Értem, világos. Igen, hát biztos meg a Sakit, ugye a TSM-nek a sebzés hordozói, és a legutolsó kint álló toronyért küzdhet most a TSM. Hauncer pedig most jön át az alsó ösvény felől, de nézzél mekkora minion hadsereg jön a Nexus torony mellé. Ez oda kell embert áldozni, és nagyon hamar a energy csapatától most megy át Hauncer, és Altec félúton. Lent is, középen is, és ma lassan valamikor fent is akar majd valamit tevékenykedni, de ez nehéz lesz itt megvédeni egyértelműen. Ajajajajajaj. Egyelőre csak Impact az, aki védekezik, neki erre van is lehetősége a Titan Hydra segítségével, viszont közben 5 darab TSM játékos jöhet. Svenskar már a lehetőséget, ilyen a WP-ben nincs túl sok a életre, mégis hogy a Hauncer elszámolhatja magát. Hauncer menekülni kényszerű, Impact cuppant rá konkrétan, és jön a halál éjfel vonás a Bjergzenre? Nem, földre, azt nem látjuk, de Bjergzenre is nyugodtan jöhet, BUM! És... nincs tebe. Na de mindegy, TSM megint csak visszább jött, nincs halott ember, de villog Bjergzen, mint az állat. Hiszen barannasor még legalább másfél perc, és inhibitor megint másfél percre fog újjászületni Energy oldalán. Megint csak egyetlen egy hiba, viszont most nem csak a TSM jó voltában, hanem az Energy-nél is, amit ha elkövetnek, az a mérkőzésbe fog kerülni, hiszen a TSM-nek, ha van is inhibitora, attól függetlenül, hát a Nexus ez teljesen üresen áll majd utána, míg az Energy-nek, ha két inhibitora be is dőlt, a két Nexus védő torony még egyelőre ott van és véd, harmadik sárkány erősítés az Energy-nél is megvan, így mind a két csapat rendelkezik már a bónusz mozgási sebességgel is, ugyanúgy, mint a korábbi jelzőkkel. 50 másodpercen belül jön a baronasor, inhibitora pedig még nem élnek. Ergo az Energy-nek kötelező védekeznie ezeken az ösvényeken egyértelműen. 35 másodperc, most már nincs arról szó, hogy aranykülönbség, meg mit tudom én, anyám tyúkja. Nincs ilyen, nem fontos, egy torony különbség van, inhibitorok vannak bedöntve, és éppen csak újjászület, de most jön a középső, lassan az alsó. Merem biztosan állítani, hogy most egy emberelőny a meccs végét jelenteti. Ez biztos, mert mind a két oldalon könnyű áttörni már nagyjából a védelmet. Van elég tank ahhoz, hogy le lehessen védeni ezt a két exoszoronnak a sebzését, és van elég sebzés a toronyokat bedönteni idő előtt. És van éledő baronnasor, meg Hauncer teleport, meg mindenféle finomság. Hauncer a kezdőn áll, a vezény szóra vár arra, hogy mikor mondja azt a kedvest TSM, hogy na akkor most, vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok, az első az éppenséggel nem, a második az megint csak nem, tehát a harmadik az tanács, a negyedik az teljes videó mellé ment. Óriási sebzéstől esik így el az Energy, hogy az a felvonásra most nem talált, mert volt már, hogy így kezdte küzdeni, mert hogy valaki instant meghalt ebben. Mert ez most nem lesz. Egy darabig. Igen, azért az fájó lehet, hogy Alteknek nincs meg a lehető legnagyobb erőssége. Bár tény is valahogy a csapda jó. Hauncer eddig várt és most meghúzza a ravaszt. Impact pedig kifelé villant, és Svenskar meg fog halni. Így van, Hauncer nagyon siet, de lehet, hogy késő lesz. Yellowstar szintén meghal. 2-0-ással és elrepül Altek. Nincs lövész a küzdelem, viszont Hauncer bemegy négy ember közé. Jó a békesziget és Hauncer még éppenséggel él. De eddig GBM2-s gyilkosság és így 3-0-át cserél az Energy, még azért Bjergzen és W-t él, két sebzés hordozó, nincsenek sok életek túlságosan az Energy oldaláról, és jön W és Bjergzen, villannak, éppen pedig teleportra jön még, és Moon még nincs megölve, de kettőségos a W-nél, meghal W-t, Bjergzen marad egyedül, 1-3 ellen, és Impact rándulja az, amit a büdös életben nem akarsz le magadról, meg az ász az Energy-től, és visszahozták azt a meccset, amit már Isza is adtak egyszer, meg mit tudom én, de az Energy-n azt hiszem, hogy megérdemli ezt a nyertes mérkőzést, mert a TSM hibáit valahogy meg kellett büntetni. Nagyon sokszor mélázták el a lehetőséget, nagyon sok hibájuk volt, így kell az Energy-nek valahogy válaszolni, és 44 perc, 5-10 másodperc, Yellowstar még éppensége kijön, de Impact-e harapós vagy kijöhet, de konkrétan nem foglalkozik vele, Altec nem hal bele, és így az Energy nyer, és egy helyosztó mérkőzés lesz. Timmy Pulse és Renegades között. Na. Tanatos örül. Meg azt eljön kommentálni is. Na, de... Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hányszor eladott mérkőzés volt. Az egész egyszerűen biztos, hogy ez egy felfeldobott mérkőzés volt. Igen! Igen! A TSM egész egyszerűen nem tudott élni az előnyivel. 10 000 aranyról beszélhettünk a játék egy bizonyos pontján. Az egy példák. Aztán 4 gyilkosság, egy baronnasor, és... nem is értem. Teljesen minden, a TSM azért túlságosan nagy bajban azért nincsen. Mégis viszonylag kiemelkedőbb helyen van, mint az Energy.
de azért a negyedik helyért ők már így biztosan nem játszhatnak. Ez valahol szívfájdalom lehet, de azért a TSM játékosok arcán látod azt, hogy azért azon annyira nem dőlt össze a kártyavár. De tovább is mondanám, hogy eddig ez a két csapatnak ugye a találkozói alapján is, és amúgy is azt kellett volna mondani, hogy ennek a TSM-nek ezt meg kell volna nyerni az NLG-el szemben, és óriási erőnyük volt. Elnézünk, nem merem mondani, te is elmondtad, én is elmondom még egyszer, óriási előny, már individuálokat döntöttek. De nem voltak rákényszerítve az előnynek köszönhetően arra, hogy ennyire rizikós hívásokat hozzanak, és mégis Svenskeren háromszor is bement villant, meg kicsi a rakást eszközölt, és nem, felesleges volt, ő meghalt, a csapata pedig ember hátrányban evidens volt, hogy el fogja bukni a csapatharcot, és mivel, hogy elmondtuk, hogy a robbanékony hordó az jó a béke szigetére, de ezek folyamatosan jóval előtte kiérkeztek, hát így nem is tudom, hogy hány olyan béke szigetéről beszéltünk, ami nem egy, nem két embert életben tartottak az Energy részéről, és így összességében megnyerték a csapatharcot az Energy számára. Amikor ugye a Nexus mellett halt ki az egész Energy csapata, ott volt egy olyan parancs, hogy srácok, milyen a béke sziget, verj be a Nexust. Nem dől be a Nexus. Nem volt rossz, nem csak a múlott kb. Ennyien. Ami pont elég volt, azon majdnem ki is kapjanak. Uh-huh. De ugye az ilyen gridi játékban általában a szép nyertes meccs, vagy a nagyon elbukott, nagyon csúnyan elbukott mérkőzés. Mert annyi ide, még viszonylag korán kapott ekkora pofont az Energy a TSM Nexusánál, ezért még viszonylag nem voltak hosszúak az újjászületési idők. Ezt még megúszta. Az Energy utána pedig megint már a sorozatosan sokkal jobban kialakított küzdelmeknek voltunk a Szentorni, amit az Energy nem mindig ők kezdeményezték, sőt, Hauncer Teleporter együtt jött a TSM kezdeményezés, és mégsem működött. Mindegy, szerintem adjuk át a szót, nem? Hadd beszélnek a srácok. Véget ért az amerikai alapszakasz. Sziasztok, jó éjszakát! Viszont, mármint, hogy az alapszakasz normális meccsei, azzal, hogy az Energy a TSM-et másodjára is meg tudta verni, de ne menjen senki sehova, mert lesz még egy helyosztó mérkőzésünk. Szia, Thanatos! De beszéljünk még egy kicsit azért erről a TSM Energy meccsről, mert hát, hova dobták ezt? Hát a dobás az egy jó kifejezés, amiközben azért a pontosabb statisztikákat is megpróbáljuk megtekinteni csodás szemüvegemen keresztül. Ugye ezen mérkőzés során tényleg a dobás kifejezésen túl, amit már amúgy Pierce és Darcyk is kifejtett, hogy mennyire el tudta adni a TSM ezt a meccset, azért inkább próbáljuk meg olyan szemszögből ezt megközelíteni, ahogy az Energy hogyan tudott visszajönni ebből az egész összecsapásból, ahol dobálgatások ide vagy oda szinte végig a TSM tudott vezetni aranyban, végig ő volt az, aki a célpontokat normálisan tudta kezelni, majd aztán jött a Baronna sor, meg még egy rossz csapatküzdelem, és úgy, hogy még ráadásul a TSM-nek volt egy esélye ismételten visszajönni, csak ott túlságosan lassan tudtak haladni. És itt igazából én talán azt tudnám az egészből kihozni, hogy az Energynek a csapat összeállítása sokkal jobban szuperált, mint a TSM. És itt most nem Svenskeren teljesítményére szeretnék kitérni, mert azt többen is megemlítették és lehúzták, de hogy Björzen és Doublelift ontja magából a sebzést, de teljesen más sebességgel és jelleggel, mint amikor ott van egy Jhin, egy GBM, egy Azir, meg egy Kindred. Főleg a lélekfaló sebzés orientált Kindred. Tehát, amíg pozícionál Kalista és Korki folyamatosan, itt közben érkezik is a visszajátszás. Ez pont az a visszajátszás, amikor megint csak ugye alapvetően Svenskeren volt az, aki egyedül berobbant, Hauncer érkezett a teleporttal, és egyszerűen nem volt együtt a csapat, tehát konkrétan kiszedték úgy a két tankot, illetve még Braumot is, hogy egyszerűen nem volt már semmire lehetőség. Onnantól kezdve pedig, hogy Björzen és Doublelift, aki mint mondtuk, rengeteg sebzéssel rendelkezik. Uh-huh. Látjuk, hogy egy foszforbombával, illetve a Gatling ágyú folyamatos pörgetésével ki lehet szedni
azért a meccsből, de attól függetlenül Impactnek pedig volt reportja, benne bőven volt még tankosság, tehát hogy nem lehet, tehát, hogy pont az a, én azért mondom, hogy nem feltétlenül rosszabb, vagy nem feltétlenül jobb volt az Energynek az összeállítása, két dologból akarok kiindulni. Az egyik az, hogy a TSM-nek tökéletesen jó lett volna a csapat összeállítása, hogyha együtt csapatként tudnak mozogni. A másik, ez pedig már itt a, amikor, hát jóformán az RLG az, aki picit dobta meg itt a dolgokat. Hát nem kicsit dobta meg, ugye igazából itt ez a fantasztikus összeugrás. Nézzek, majd Björzön érkezik, ő milyen sebzést tud kiosztani három emberre, vagy négyre is azzal a foszforbombával. Nagyon szépen zónázta ki saját magát az Energy itt, mert egy helyre betömörültek a Békeszigetébe, rögtön lett nagyon sok ismerősük, aki visszajelölt, és beugrott ugye a TSM oldaláról is, tehát megölni nagyon nem tudtak senkit, nyilván addig a pár másodpercig, viszont az Energy el tudta veszíteni azt a helyzeti előnyét, ami még mondjuk így az életerő mennyiségből adódhatott nekik, lesebződtek, és onnantól kezdve pedig... Alapvetően úgy gondolom, hogy az Energy azzal, hogy már visszajött a meccsbe, ez egy olyan lehetőség nyílt itt nekik, hogy, hogy biztosabb voltak abban, hogy én most itt muszáj befejeznünk, mert egyszerűen azt nem tudták, hogy ad-e még nekik a TSM esélyt. És adott, mert igazából tényleg azzal, hogy Svenskeren vagy Hauncer vagy Jaustár sokkal hamarabb meghal, mint hogy elkezdődjön a csata, és legyen értelme a tankoknak, azzal a TSM adott előnyt az Energynek, és szeretném egyébként az Energyt is nagyon lehúrogni és húzni, mert viccen kívül Moonnak a Kindred választása, az szerintem persze most a végén, ja, megmentett egyszer-kétszer egy Békeszigetével egy-két ember, de alapvetően a, nem tudom, a 20., 25., 30. percig nem nagyon volt jelen. Illetve rettentően büntethető volt. Most ezzel a győzelemmel, ezzel a nagy nehezen kikapart győzelemmel egy kettes az átlaga Moonnak, tehát kétszer, eddig, tehát ez volt a harmadik alkalom, hogy elhozta Kindredet, úgy eddig kétszer kikapott vele, és mind a kétszer tényleg nem nagyon tudott hozzászagolni a meccshez. Tehát, igazából pont az volt az egésznek a lényege, hogy az az Azir választás, ez a Jhin választás és ez a Kindred választás, amikor hibázott a TSM, rosszul mentek ki a kezdeményezések, rosszul érkezett a tank, akkor tudod büntetni. Hát de a játék első szakaszában nem tudod büntetni az Energy, mert ki kell fornia egy Kindrednek. Azir is azért folyamatosan, ugye mindegy, itt a visszajátszás, ugye az utolsó balon nem az utolsónál volt szerintem, mert itt talált ugye a négy, mindegy, itt fordított az Energy, ez a lényeg. De nézd meg, a Hauncer is elment innen oldalra, és hogy folyamatosan az a pozicionálásbeli gond, amiért hibázott a TSM, mert elveszít egy lövész rögtön a legelején a csatának, mert a négy felvonás, mert utána jönnek a kezdeményezések, de nem sikerül szétszedni a csapatot, utána már az Energy sokkal jobban tud büntetni, mint mondjuk akkor is a TSM, hogyha Björzen és Double Lift még él, mert nagyon könnyen elfogynak, nem akkora a lőtávjuk, mint egy Azirnak vagy egy Jhinnek, Moon pedig bemegy az első sorba, és az alaptámadásával mindennel próbál téged szétkapni, ha pedig nem megy, akkor elnyom egy Békes Szigetét. Úgyhogy ezért mondom, hogy a csapat kompozíciója jobban ki tudott jönni végül az Energynek. Azt nem a TSM-nek köszönhetően, tehát hogy igazából ezt kell nagyjából kiemelni. Nem csak a TSM-nek köszönhetően, nem, egyáltalán nem csak a TSM-nek köszönhetően, nem buci, azért nem csak a TSM-nek köszönhetően, mert a TSM tény is való, hogy sok hibát elkövetett, de az Energy is sok hibát elkövetett, de az Energy nagyon jól tudta kihasználni a hibát. Lehet azt mondani, hogy a TSM elrontotta, így van, de rengeteg sok olyat látunk, amikor nem tudták kihasználni a lehetőséget. Az Energy viszont ki tudta használni a lehetőséget. Buci, az Energy-t nem szabad leírni. A játékosainak a ügyessége az, hogy ki tudták használni ezt az előnyt, hogy elrontott valamit a TSM, nem feltétlen annak, hogy a csapat kompozíciójuk jó volt. Tehát, hogy ott van az, hogy ha nem tud kezdeményezni Morgana egy lekötéssel, illetve nem talál be a sebzés utáni Jhin lekötés, akkor jóformán semmivel nem fogsz tudni kezdeményezni, mert berohanhat az a Trundle, de őt is egy idő után ki fogják szedni. Kindred el volt tűnve a játék első felébe, és ő el is lesz tűnve. Ő, hogyha egy-egybe ki tud valakit kapni a saját, illetve az ellenfél dzsungelébe, az tök jó, de egyébként GBM se nagyon fog majd bemenni egy jó kis surimurival, mert rögtön meg lehet állítani hordóval visszalökni, falhoz lökni, Hauncerrel. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy a TSM csapat összeállítása, hogyha csak két csapat összeállítást nézünk, akkor jobb volt.
nem azt mondom, hogy nekik kellett volna nyerni, de nekik volt nagyobb esélyük, hogyha jól működnek és jól kezdeményeznek és együtt marad a csapat mozgása a küzdelemben, akkor nekik kellett volna nyerniük. És egyébként ezt is mutatták meg a játék első felében, szóval az, amikor 9-1-ről 9-11-re változik az állás, az nem azt jelenti, hogy hopp, hirtelennyiben jobb lett az Energy csapat összeállítása, hanem egyszerűen az, hogy hibáztak, amit kellően meg tudtak büntetni. Köszönöm szépen, minden esetre azt még hozzá szeretném tenni az egészhez, hogy mivel látom, hogy teljesen hajthatatlan vagy, az Energy részéről a Kindred választás, azt tudod miért jött be? Na. Nézd meg Azirnak a sebzés kiosztását. Másfélszerezi vagy kétszerezi általánosokban a TSM játékosokat. Azir mikor tud jól sebezni? Ha van ideje sebezni, és nincs rajta megfelelő figyelem. Ha megnézzük a visszajátszásokat, Kindred egy olyan idegesítő szúnyog volt, aki nyáron mindig ott van, amikor alszol, és le akarod csapni, de nem megy. Az elején le tudtad csapni, a TSM pedig utána bevette ezt a csalit, és azért ki tudott bontakozni. Tény is való, hogy a TSM összeállítása fejben több lehetőséget tartogathatott magában, de a játék későbbi szakaszában ez a Björzön double lift volt az, aki igazán tudott sebezni, míg az Energy-nél azért három játékos is volt, akiből lehetett már sebzést kiosztani. Tehát fordult azért itt a kocka, úgy gondolom. Minden esetre nem az a lényeg, hogy most melyik volt jobb vagy rosszabb, hanem az a lényeg, hogy mind a ketten hibáztak, és végül az Energy volt az, aki ebből a baki parádéból győztesen tudott kijönni. Minden esetre köszönjük szépen a figyelmet, de nem mára, hanem mondjuk egy 2,5 percig. Három. Három percig. Aztán...